Konkrétan olyan gazdasági lépéseket kezdtünk el. Ugye két nagyon fontos dolgot hirdettünk meg. Az egyik, hogy elkezdünk piacokat szervezni, tehát ilyen magyar vásárokat szervezni. Nagy szerencsére a tagjaink között vannak azok, akik ilyen vásárokat jelenleg is szerveznek, például Kiskunhalason. Mondjuk ott a jelöltünk majdnem meg is verte a fideszes polgármestert egy ilyen nagyvárosban, tehát az ország egyik legjobb eredményét ért el, tehát többek között rátámaszkodva tudunk majd az ország minden pontján ilyen vásárokat szervezni, hogy közvetlenül összekössük a vásárlót a magyar termelővel. Ugye ez egy nagyon régi kívánsága már szerintem a magyar társadalomnak, az MDF-nek volt, ugye az MDF piacok a 90-es évek elején az egyetlen ilyen próbálkozása, azóta egyetlen egy párt nem csinált ilyet, ilyen társadalmi szolgálatot nem végzett egyik párt sem. A másik pedig, hogy november 9-én megrendezzük így magyarosan kiejtve, hogy a Hungulf, nyilván ez két angol szónak az összetételében van, ugye, hogy Magyarországot összekötjük az Öböl térséggel, ugye ez a másik dolog, amit meghirdettem, találkoztam a Súra tanács elnökével Bakrejnben, ami ugye a Bakrejn a pénzügyi központjának a térségnek, és nagyon jó baráti politikai és gazdasági kapcsolatokra tettünk szert, és megpróbáljuk összekötni itt is közvetlenül a magyar vállalkozókat, magyar termelőket a kinti piaccal. Már most rengeteg problémába ütköztünk. Ugye a különböző kereskedők, a különböző cégek megpróbálják már most egymást lejáratni előttünk is, tehát akikkel ugye kapcsolatban kerültünk itt, például a méhészeknek próbálunk segíteni mézfelvásárlás terén, azonnal rájöttünk, hogy a kereskedőket így is ki kell kerülnünk, mert mi nem egy cég vagyunk, tehát mi egy párt vagyunk, mi egy forintot, egy forint hasznot nem akarunk ebből a párt javára, hanem mi tényleg azt akarjuk önzetlenül, hogy összekötni a termelőt, a magyar termelőt a piacon. Na most ehhez rájöttünk, hogy az úgy nem működik, hogy egy magyar kereskedő cég közbeiktatásával jutnak el a termékeik erre a piacra, mert abban a pillanatban azt a kereskedő céget betámadja egy másik magyar kereskedő cég, már nálunk is jelentkeztek, hogy ez szélhámos, ennek elküldték a korábbi cég történetét, aztán rájöttük, hogy ebből mi ki akarunk maradni, nem akarunk ebben részt venni. Ezért megrendezünk egy olyan expót, egy konferenciát november 9-én itt Budapesten, amire még nem volt példa, ahová meghívjuk az Öböl térség diplomatáit, politikusait, gazdasági üzleti életének a szereplőit, illetve meghívjuk a magyar termelőket, vállalkozókat, teljesen ingyenesen, tehát nem kell, csak regisztrálni kell. Ilyet nem emlékszem, hogy egyetlen egy párt szervezett volna, úgyhogy ez már például ősszel, ez már zajlik.